pályázatok 99%-a már beérkezett, hétfőig igényelhetők az agrártámogatások. Olimpiai kvóta és ezüstérem, Bohus Richard remekel az londoni úszó EB-n. 200 km keréken és futva, holnap rajtol a szupermaraton. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A 2016-os egységes mezőgazdasági támogatásokról és a kérelem beadásról tájékoztatták a gazdákat a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara Békés megyei küldött gyűlésén. Elhangzott, a mai napig az igénylések mintegy 99%-a már beérkezett. A tavaszi talajt előkészítő munkálatok és a vetés befejezését követően sem maradnak feladat nélkül a gazdák. A 2016-os agrártámogatások kérelmeit május 23-áig nyújthatják be a termelők. Hazánkban éves szinten közel 400 milliárd forint áll a mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházások támogatására. Az elmúlt évben történt változások miatt azonban látszik, hogy az igénylések között több hibát is elkövetnek a gazdálkodók. A jogszerű földhasználat leigazolására, akár a blokkok túligénylése, ezek ilyen nagyon speciális kifejezésnek hangzanak, de mondjuk a gazdálkodók egymásra igényelnek területeket, ezek problémát jelentenek, de azt mondhatom, hogy Békés megye ilyen szempontból nagyon jól teljesít, mert a legkevesebb probléma ilyen szempontból az országban, itt ebben a megyében van, alig-alig van olyan kérelem, ami hibásan érkezne be. Vannak megyék, ahol ez nem ilyen jó a helyzet, de itt ez viszonylag könnyen kezelhető, tehát ilyen jellegű probléma viszonylag kevés van Békés megyében. Békés megyében ebből az összegből 32 milliárd forint áll a termelők rendelkezésére. A következő időszakban a munkaerőigényes ágazatok többek között a kertészet, az állattenyésztés, az élelmiszeripar és az öntözés fejlesztés kapják majd a legtöbb forrást, hangzott el a küldött gyűlésen. Az egyik helyi gazdálkodó szerint a támogatás nélkül van olyan, aki egyszerűen nem tudna megélni. Hát ez a mezőgazdasági támogatás nélkül a nyomott mezőgazdasági árak miatt nagy szükség van ezekre a támogatásokra, máskülönben tönkre menne egy-két gazda, aki rosszabb körülmények között gazdálkodik. Az ülésen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal és az agrárkamara mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal képviselője is jelen volt. Dr. Kovács Tamás megyei igazgató tájékoztatójában elhangzott, a hatóság is figyelemmel kíséri a mezőgazdaságban felmerülő nehézségeket, pozitívumokat, negatívumokat, mivel ezek jelentősen befolyásolják az adófizetést is. Az azt jelenti, hogy nem csak hatóságként működik az adóhivatal, hanem odafigyelünk egyes gazdasági folyamatokra, vállalkozásokra, trendekre. Nekünk nagyon fontos az, hogyha egyfajta nehézséggel küzd, mondjuk a szállítási, a foglalkozó iparág, vagy az agrárgazdaság, vagy más iparágak, akkor tudjunk segíteni nekik, tudjunk méltányosan eljárni az ő ügyeikben. A szakemberek szerint az egy héttel kitolt határidőig minden igénylés megérkezik majd, amely megyénkben közel 15.500 kérelmet jelent. Bohus Richard folytatta remekelését a londoni úszó Európa-bajnokságon. A Csabai Klub versenyzője amellett, hogy megszerezte az olimpiai kvótát 100 méter gyorson, az 50 méteres hátúszás döntőjében ezüstérmet nyert. A 23 éves úszó az országos bajnokság után előbb befejezte vizsgáit az Egyesült Államokban, majd Békés Csabán hangolt a kontinens viadalra. Nem is sikerült rosszul ez a felkészülés, hiszen 100 méter gyorsan 45 századdal javította meg élete eddigi legjobbját. Ennek köszönhetően ebben a számban biztos, hogy ott lesz az ötkerikás játékokon. Bohus Richard 4 évvel ezelőtt ott volt Londonban, azóta azonban több sérülés és válműtét is akadályozta a munkában, azonban így is sikerült kiharcolni az újabb olimpiai szereplést. Minden rossz, meg negatív, ami történt velem, meg ugye, ilyen műtét, olyan műtét, ennyi csavar, meg törött kéz, abszolút megértettem, meg a lehető legmélyebben voltam néha, de onnan is sikerült visszajönnöm, szóval nagyon örülök, A csabai versenyző a riói kvóta megszerzése után nem állt meg. 50 méter háton meglepte a mezőnyt és 24,82 másodperces országos csúccsal ezüstérmet nyert, miután alig 5 századdal kapott ki a francia Camille Lecourt-tól. Szarvas János, a friss EB ezüstérmes edzője kiemelte, az országos bajnoksághoz képest gyorsult a tanítványa, így nem volt kérdés, hogy megszerzi az olimpiához szükséges időeredményt. A kezdeti sebessége nem volt megfelelő. Azóta eltelt egy hónapban ezt próbálgattuk csiszolni, hogy a kezdeti sebesség az első 50-en
megfelelő legyen, a második felével a távnak nem volt gond. A rajtban és a fordulóban még mindig van bizonytalanság, ez érezhető volt, de a kvótának a megszerzés az egyértelműen azon múlt, hogy el tudta most már kezdeni. Bohus Richárd 50 méter hátan és a 400-as vegyes váltóval fejezi be Európa bajnoki szereplését. Milyen érzés lehet 450 méter magasan a föld felett? Május 28-án és 29-én ezt bárki megtapasztalhatja, aki kilátogat a Békés Csabai repülőtérre. A Békés Airport Kft. Idén először rendez ugyanis repülőnapot a város támogatásával. Közel fél tucat repülőgép várja azokat, akik madártávlatból néznék meg a várost. Az izgalmas sétarepülések és légi bemutatók mellett színes programokkal várják a kilátogatókat. Gyermeknap lévén a legkisebbek kipróbálhatják a sárkányrepülőkészítést és eregetést is, míg a felnőttek egészen közelről bepillantást nyerhetnek a pilóta fülkébe is. A Békés Csabai Médiacentrum jóvoltából pedig három szerencsés nyertes két személyre szóló sétarepülést nyerhet. A Jaminai városrészben is gyakorolhatják a közlekedés szabályait a legkisebbek, ugyanis egy újabb Kressz parkot adtak át Békés Csabán. A kertvárosi óvoda mellett található parkot bárki használhatja, ehhez az óvodában akár bicikliket is tudnak biztosítani. Elsőként a kertvárosi óvodába járó gyerekek avatták fel a Tompa utca és a Szegfi utca sarkán található nemrégiben felújított Kressz pályát. A lakosság közel 30%-a közlekedik biciklivel Békés Csabán. A megnövekedett bicikliforgalom miatt a balesetek száma is megnőtt, nyilatkozott a körzet képviselője. Az önkormányzat többek között emiatt is fontosnak tartja, hogy a legkisebbek minél hamarabb megismerjék a közlekedés szabályait. Az érintett park mellett a belvárosi Penza lakótelepen található egy ehhez hasonló pálya, de az önkormányzat további parkok építését is tervezi. A polgármester a helyszínen azt mondta, hogy még ebben az évben végig gondolják a képviselőtestülettel, hogyan tudnak erre forrást biztosítani. Május 21-én reggel elrajtol a Békés Csaba Arad Békés Csaba szupermaraton mezőnye. A 200 kilométeres táv teljesítésére közel 1200-an jelentkeztek. A versenyzőket a szurkolók biztatják, a szupermaratoni lebonyolítását pedig a szervező KOP Békés Csabai Atlétikai Klub mellett önkéntesek és támogatók is segítik. A verseny népszerűségének köszönhetően egyre többen tartják fontosnak, hogy valamilyen formában megjelenjenek a Budapest Bank Békés Csaba Arad Békés Csaba szupermaratonon. Mindig nagy tisztelettel viseltettem azon nagy kitartásról, tanúbizonyságot tévő sportolókról, akik akár az atlétika kapcsán, akár más sportágok kapcsán közép-hosszú távokat futottak, vagy kerékpároztak, vagy úsztak természetesen. És ez a verseny is a profik számára, a kétnapos verseny erről szól, a kitartásról, a csapatszellemről és természetesen a győzelemről, a győzelem reményéről. A határon átívelő verseny megszervezése, kivitelezése nagy kihívás a szervező KOP Békés Csabai Atlétika Klub számára. Szerencsére vannak partnereik, akik az anyagi támogatás mellett egyéb módon is hozzájárulnak a lebonyolításhoz. Az automobil körös ezúttal a nemzetközi esemény kiemelt partnereként lesz jelen. Négy keréken segít, a felvezető autókat és a versenybírók autóit is ők biztosítják. Örülünk annak, hogy nem önállóan kell támogassuk ezt az eseményt, hanem a Skoda márka és a Porsche Hungária mögénk állt. Egyrészt van egy bizonyos pénzbeli támogatás, azt most itt nyilván nem részleteznénk, másrészt számtalan szolgáltatást nyújtunk, ami segíti a verseny lebonyolítását. Gregor László évek óta részt vesz a versenyen. Csapattársával, Tábor Miklóssal együtt ezúttal a kiemelt partner színeiben futnak. Mindig is egy nagy gondoló verseny volt, mindig nagyon volt a hangulat, és mindig komoly csaták mentek. Profi és amatőr, ilyen hibrid versenykeverék van úgymond, ez alakult ki ebből a évek során, ebből a nyitott határ szupermaratonban, és hát ez egy nagyon nagy élmény versenyezni, pont amiért már ugye nagyon sok elismerést kapunk úgymond mi is az amatőröktől, illetve úgy gondolom, hogy mi is motiváljuk azokat a amatőröket, akik elindulnak ezen a versenyen. A szupermaraton rajtja szombaton reggel 9 órakor lesz a Csaba gyöngyénél. A versenyzők visszaérkezése másnap délután folyamatosan várható. Újra a világ második legveszélyesebb hegycsúcsára készül Suhajda Szilárd. Tavaly nyáron Varga Csabával indult útnak, hogy meghódítsák a 8611 méteres K2-t. Akkor az időjárás 7400 méternél megállt parancsolt a párosnak. A hegymászó most mindennél elszántabban készül a visszatérésre és a sikeres expedícióra.
Ezek a felvételek még januárban készültek, hiszen a tavalyi kísérlet után a hegymászó eldöntötte, újra megpróbálja elérni a K2 csúcsát. Ennek rendelt alá mindent a felkészülés során, itt az Alföldön leginkább futással, kerékpározással tudta szervezetét felkészíteni a több ezres magasságbeli viszonyokra. Az expedícióig egyre kevesebb idő van hátra, utolsó Békés Csabán töltött napján pedig ellátogatott Hanó Miklós alpolgármesterhez. Azután indult volna a csúcsmászó menet, és az el se kezdődhetett, tehát nem is volt esélyünk ott megpróbálni. A város tavaly is segítette a hegymászó munkáját, és ebben az évben is támogatja abban, hogy elérje ezt a sikert. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen bátor versenyző vagy sportember van, aki ilyet bevállal, de én egyben féltem is, tehát én mindig, tavaly is azt mondtam, meg most is azt, hogy beszélgettünk Szilárddal, én azt mondom, hogy jöjjön vissza, tehát az a leglényegesebb, hogyha olyan van, akkor inkább ne kockáztassa. Nagyon nagy kihívás, én ilyet nem mernék megtenni, de a város maximálisan támogatja is, és nagy reklámja továbbiakban is a Szilárd a Csabai kolbásznak, amivel én is támogatom. A Békés Csabai sportember a tavalyi tapasztalatokat hasznosítva indul útnak ebben az évben. Elmondásra szerint van benne egy kis félelem, de elszántan készül arra, hogy idén felérjen a K2-re. Tudom azt, hogy például hol kell majd megint aludni, vagy megfelelő táborhelyet ugye találni nagy magasságban, azok kifejezetten félelemmel töltenek el. Tehát ugye ezt az egészséges félelmet talán így lehetne nevezni, ezt valahogy meg kell próbálni ilyenkor kordában tartani, és hát ugyanakkor szerintem nagyon fontos is, hogy az ember féljen valamennyire, mert így még inkább felelősség teljesen mozog majd. A csabai fiatalember jövő héten már a Kaukázusban lesz, hiszen egy akklimatizációs túrán az Elbrusz csúcsát célozza meg, utána pedig következik a visszatérés az 8611 méteres K2-re. Sírbontási technikákat tanulhatnak, vagy éppen kincskereső expedícióra indulhatnak azok a gyerekek Szarvason, akik a napokban ellátogatnak a Tessedik Sámuel Múzeumba. Az intézmény ugyanis ebben az évben is csatlakozott a Régészet Napja című országos eseménysorozathoz, amelynek keretén belül ingyenes programokat szerveznek főleg iskolás csoportok számára. A fő cél a régészet, mint tudomány népszerűsítése, valamint a régészeti kutatások friss eredményeinek bemutatása. Találtunk ilyen csontokat, meg mindenféle csontokat is találtunk, szarvakat is, meg embercsontokat is, ilyen kis csontokat is. Nagyon nehéz volt megtalálni, de azért megtaláltuk őket. Találtunk mamut agyarat, vagy nem tudom mi az. Nekem az legjobban tetszett, hogy ilyen nagy csontot találtunk, vagy ilyen nagy ilyen ormányt találtunk. Mamut agyar, vagy éppen mamut fog. Többek között ilyen és ehhez hasonló leleteket találtak az ovisok a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban felállított minisírhelyben. A gyerekek nagy izgalommal vetették magukat a munkába. A múzeum munkatársai szerint ez az egyik legjobb módja, hogy a legkisebbeknek bemutassák a régészeti szakma érdekességeit. Előtte, mielőtt elkezdtük ezt a foglalkozást, akkor bejöttünk ide a terembe és beszélgettünk arról, hogy ki is a régész, mivel foglalkozik a régész, miért is fontos az, hogy amiket megtalál itt, kiállítsa a múzeumban, és nagyon ügyesen válaszoltak a gyerekek ezekre a kérdésekre, mert az azt megelőző foglalkozáson már beszélgettek erről az óvodában. Itt már a középiskolások kutató expedíciója folyik, ahol a diákoknak a kiállításokat végigjárva kellett megkeresni az elrejtett műtárgyakat és a feladatlapot helyesen kitölteniük. Mindezek mellett a múzeum munkatársai előadásokat is tartanak, amelyen többek között szó esik arról, hogy miért fontos a régészeti örökségünk feltárása, valamint milyen feltárási formák vannak. Ugye minden gyerek régész akar lenni, ezt szoktuk mondani. Nagyon érdekes hivatás ez a régészet, és igazából ez nem is munka, ez egy hivatás. Tehát az, hogy az emberek megismerhetik ezen a munkán keresztül Magyarország történelmét, ugye a tárgyi emlékeken keresztül, és miért ajánlanám, nem tudom, szép hivat, szép munka, szép hivatás.
A kincskeresés nevű játékot még holnap, azaz május 21-én szombaton a múzeum nyitvatartási idejében bárki kipróbálhatja. Az Országos Régészeti Nap hivatalosan május 27-én kezdődik. Közel 50 múzeum csatlakozott a programsorozathoz, melyekről többek között a régészetnapja.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Csirkehely, színezett plasztikák és számos üvegből készült használati tárgy adja az alapját annak a kiállításnak, ami május 19-én nyílt meg a Munkácsy Mihály Múzeumban. Herman Katalin Hévíz városából hozta magával 25 év munkájának egy szeletét. Az üvegművész neve ismerősen csenghet a békés csabaiak számára, hiszen ő volt a Csaba Park kiállításának látványtervezője. A bizonyos csirkehely, ami egészen pontosan egy csirkelábon álló kehely, de emellett a különlegesség mellett számos színes festékkel elegyített vázák és üvegből készült formák sorakoznak a Munkácsy Mihály Múzeum téglatermében. Herman Katalin az üveg felületét egyfajta festővászonnak tekinti, erre készíti el a különböző motívumokat. Az üveg színezése az egy külön világ, tehát hogy ott bizonyos fokú, tehát ez az egész hutai üveg munka, ez egy elég nagy mesterségbeli tudást igényel. Azt, hogy az üveget tudja az ember színezni, ez még egy ilyen további blikfang az egészben, mert hogy pontosan kell ismerni a színezőanyagok tulajdonságait, mert hogyha olyan színeket keverek össze, akkor az adott tárgy az mondjuk szétrobban. Tehát, hogy ezért különlegesek a színes üvegek tulajdonképpen. A művésztől nem áll messze ez az anyag, hiszen édesapja üvegcsiszoló mester volt, így már egészen kiskorában megtanulta az üvegkészítés varázslatát. Herman Katalin bár Hévízen alkot, neve ismerősen csenghet a békés csabaiak számára. Bár első megbízatását nem üvegművészi minőségében nyerte el, ugyanis ő volt a Csaba Park kiállításának látványtervezője. Úgyhogy ő tulajdonképpen egészen jól ismeri, egészen alaposan megismerte a Békés Csabaiakat és Békés Csaba történetét is. És tulajdonképpen innen az ismerettség, és így került ő ide. A nem mindennapi kiállítás június 12-éig látogatható a Munkácsy Mihály Múzeum téglatermében. Ez volt már a Híradó. Aktuális című magazinműsorunkban az agrártámogatások igényléseivel kapcsolatos tudnivalókról beszélgetünk dr. Gyurica Csabával, a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal elnökével. Tartsanak velünk! Híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!